Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok, a jön Call of Duty 4, új, régi, nosztalgia, mit kapunk a pénzünkért, de még mielőtt erre rátérnék, kinek ajánlanám ezt a játékot, leginkább azok számára, akik még nem játszottak egy becsületes Call of Duty-val, és meg akarják tudni, hogy mitől olyan népszerű ez a Call of Duty, mitől emelkedett, mitől volt ez a legsikeresebb játék az adott évben, amikor kijött még grafikai szinten is, és egyáltalán milyennek kéne lennie egy Call of duty -nak. A COD 4 anno egy nagyon jól kidolgozott játék volt, amiben lehetett stratégiázni, lehetett ész nélkül rásolni, lehetett nagyon jó csapatmunkát csinálni, meg volt minden, ami, ami, ez a játék sikerre volt hivatott, és amitől legyőzött minden más játékot akkoriban maga körül. És íme itt van most nekünk ez a Code 4 Remastered, és akkor most jön a kifogás, jó? Hát kurva sok órát eltöltöttem a játékba, és nagyon szeretem ezt a játékot, ám sajnos, hogyha nincs atomerőműved, már pedig ugye ő egy európai körúton voltam, és még jelenleg magam sem tudom, hogy melyik országban fogok élni, e pillanatban ugye gamer laptopon van, úgyhogy nincs meg az a 90 FPS, és itt jön az a dolog lényege, kell, szükséged van a 90 FPS-re, jó? Tudom, hogy szeretné játszani a Core master de, de ha nincs meg, az a 90 FPS, nem ajánlom, mert nem lesz az igazi játékélmény. Ha csak nem vagy valamilyen őrült fanatikus, mint én, és akkor mindegy, leszarod, című történet. De ha, ha nincs meg, akkor akkor ajánlatos, hogy meglegyen. Kb... Uh másfél-két órát töltöttem el azzal, hogy grafikai beállítást olyan optimálisra találjam meg, hogy legyen FPS, és lássak is távolabbra, mint az órom hogy meg tudjam és le tudjam lőni azokat az illetőket. Úgyhogy most, amit itt látható gameplay, sikerült úgy belőnöm azt az opcionális FPS-t, ami meghatározott a 80 és 60 között mozog, mint az Infinite Warfare, és, és ad, Engedd egy játszani azokkal a reflexekkel, ami, amivel kellene játszani ezt a játékot, tehát hogyha rántom az egeret, jobbra vagy balra, akkor gyakorlatilag nem egy ilyen elvontatott, elcsúszott kép, hanem tényleg oda megy gyorsan, és akkor ez a, ez a 60-80 FPS ez már úgy megengedi, hogy gyorsanban reagálj dolgokra, viszont ugye a resolution scale ve is a, ugye egy kicsit lejjebb kellett velem a felvontás, hú, hát a resolution scale-t egy kicsit lejjebb vettem, és emiatt nem feltétlenül látom mindig de az hogy ki fog jönni a videókból. Nos, félretéve a kifogásokat, de egy lényegre vezető dolog ugye, hogy, hogy, jó, hogyha megvan az FPS számod, mert akkor gecire fogod élvezni ezt a játékot. És akkor most jöjjön, hogy régi ez a játék? Igen, régi, kurva rég jelent meg, remastered ez a játék? Igen, hát adtak alá egy grafikai motort, és, és gyakorlatilag uh, kell hozzá egy atomerőgű műgép, szép, szebb, uh, mint a régi mai vonatkoztatásban, összehasonlítva a régivel a régi arányaiba szebb volt, mint ez a mostani uh, szépsége. És uh, a játékmenetet, ami a játékmenetet illeti, uh, egy új generáció játszik ezzel a játékkal, rögtön fölismerni a régi konosokat a játékban. Ez, ez, a durva benne. Egy új generáció, és emiatt új szabályok léteznek, és, és ismerősöket sokan beszéltem, és kérdeztem tőlük, na milyen, mert én megjelenés után vettem meg egy nappal, és akkor na, na milyen a kondé, milyen a kondé, ha, tök jó olyan, mint a régi, nekem olyan nosztalgia érzésem van, és, és hú, hát mondom, és akkor megvettem én is, és elkezdtem játszani vele, na lássuk, hogy azt a nosztalgia érzést, és Hát, ö, azt kell, hogy mondjam, tehát ilyen nagyjából 5000 óra eltöltött kodnégyezés után, hogy ez nem a régi kodnégy. Minden más benne. Oké? Okay? Tudjátok, mi a régi benne? Tudjátok, mi a régi benne? A time to kill és a fegyvereknek a beadja, beadja stílusa. Tehát az, hogy mész, ősz és meglövöd, és ott találja el, ahol meglöved az Isten szerelmére és igen, és beadja, és tudod, mi, tudjátok mi még a régi? Az a becsületesség, ami megvan ebben a játékban, hogyha te találod el először az ellenfelet, az nem fog tudni visszalőni, mert olyan szinten leránt a fegyvere uh, az ellenfélnek rólad, hogy nem fog tudni eltalálni. Ez benne, ez a becsületesség, ami hiányzik a, uh, az MV3-tól fölfelé menő kodokból. Az, hogyha eltalál, az meg akkor ne tudjál visszalőni az ellenfélre, mert nem, mert, mert leránt a fegyver a célról, ez, benne van, ez a régi. A time to kill a régi, és hogy adják a fegyverek, ha jól neted, és az az, hogy fair play van, aki először lő, először győz. Ha nagyon ügyesen tudsz bunny hoppolni, akkor te győzhetsz. Ez a fair play lényege. Nem az, hogy fölugrok double jump, anyám kígya, kettőt noszkópolok, és 62-szer előveszem a kis pisztolyomat, és még úgy is van időd lelőni. Nem. Ha meglőnek, csak akkor tudsz rá reagálni és győzni egy csatában, ha van benne egy trükköt, ha ki tudsz mozogni oldalra, ha le tudsz ha tudsz egyet hoppolni, ha ügyesebben lősz, mint a másik, ha tudod, hogy kell célra tartani, annak ellenére is, hogyha meglőttek. Ez a Call of Duty 4 a szépsége. Fair play volt benne. Ebben a Codnégy, a régi. Code 4 remastered ebben veri az Infinite Warfare-t 5000 szer a fair play jében És emiatt nagyon, nagyon jó tud lenni. Ez régi benne. Értitek? Tehát, ahol megölnek a régi benne, a gyors, a fair play, a régiség benne, minden, a pályák a régiek benne. Tök jó. Szebbecske a játék, tök jó rögtön fölismerni ki az őskod négyes, de tényleg azonnal fölismerni ki az őskod négyes. Tehát így olyan útvonalakon mozog, olyan trükköket csinál, úgy tud lőni a fegyverrel, a bunny a, a, a hirtelen reakció, a fölismerés, a, a különböző helyzeteken, pályákon egyszerűen rögtön rájön, és annyira jó érzés volt, hogy, hogy, hogy néha így belefutottam egy, egy, ilyenben, néha. És itt jön a, a fordulatpont, hogy néha. És itt mondom azt nektek, ennyi óra eltöltött kodnégyezés után, hogy ez nem a régi kod, ez egy új kod, egy új generáció játszik vele, látszik, annyira kis szerencsétlen némelyik még tett benne, hogy, hogy látszik, hogy egy új generáció, nem ismerik a pályákat, puhatolóznak velük, puhatolóznak az útvonalakkal, a fegyverekkel, még nem nagyon érzik, és ez tökre kijött, nagyon aranyos, tehát egy tökre élvezem, mert így sikerélménye van az emberek annak ellenére, és hogy nincsen meg neki ez a maximális FPS-e, és... Így, így jó, jó lesik ez, ezt előbb-utóbb kitanulják, és ezért mondom, hogy ez egy, ez egy olyan játék, ami ö, új, új útvonalak jönnek, új stílusok jönnek, új, új dolgok jönnek az új játékosokkal, akik kipróbálják és játszák ezt a játékot. És emiatt én úgy éreztem, hogy tehát így, így mentem a megszakadt kis útvonalaimon, Uh, nézegette a megszokott kis dolgokat, és észrevett, hogy már nem, ott, már nem a területeken van az akció, mint régen volt. Egy új területeket, új dolgokat kell megtanulni, és ez jó, mert egy új szintre emeli uh, a, Code egy, 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 új játékot ad uh, elénk valahol, nem, az, nem a régit. Mert tudjátok, hiába a remaster, meg hiába a nosztalgia, ha eleget játszol vele, ugyanúgy meg, megunod, mint a régit, mert a régiben már annyi időt töltöttél el. Szóval... Um, egy ilyen kis kompenzáció van benne, hogy az új játékosok újjáteszik. Nem tudom, mi igaz belőle, de hallottam egy olyat, hogy, hogy lehet, hogy a többi térkép, ami hozzájárt régen a Kod 4-hez, majd kijön, és állítólag ingyenesek lesznek. Hát reméljük, hogy tényleg így lesz, bár az Activision-ből kinézve tuti azért is pénzt akarnak majd elkérni. Tudjátok, amiért régen nem kértek pénzt, az a pár pálya, ami DLC-ben kijött, azok, hogy most tuti el akarnak kérni pénzt, de hát reméljük, hogy tényleg ingyenesek lesznek. Ö Srácok, ennyi lett volna a COD 4, ö, egy jó játék lett, a remastered egy jó, egy jó játék, fair multiplayerrel, és egy olyan hely, ahol összegyűjtheted a haverokat, és élvezhetitek a játékot, taktikázhattok, szólózhattok, számíthatok arra, hogy megadja nektek a fair play érzését, ö, ez a játék, és tényleg egy jó időt tudtok eltölteni a barátokkal. Ez, ez a kod 4, az Infinite Warfare ezt nem fogja megadni. Tehát hiába mész oda csapatokkal, az Infinite Warfare-re játszol egy csapat, a haverokkal, az egészből akkor is az jön ki, hogy egy nagy szólózás, az egészből mindenki próbálja majd lehozni a legjobb statját, mert a játék nem enged egy csapatmunkát. Ez itt kódnégy, 4, itt engedni fog egy csapatmunkát. Ha vagytok egy pára a haverok, összejöttök társaságban, akkor LAN-ban játszatok együtt. A hátrány, mert arról még nem beszéltem most így a videó végére, a hátrány az az, hogy ez a lobby rendszer van. És ez a lobby rendszer majd meg fog engedni mindent. Csalót, doszolót, anyám mindenkit be fog engedni, aki egyszer valamit csalni akar a játékban. És, és emiatt egy idő után romlani fog a játék élmény, úgyhogy ha megvagytok haverok, álltok össze és lomba nyomlátok, a legfelemelőbb multiplayer élményetek lesz évek óta, komolyan mondok. Ha szólozni akarsz még most a játék elén az első jó fél évben meg lesz az esélyed, hogy mindezt megtett csalók nélkül, de ö, egy fél év után majd kezded érezni azt a változást. Remélhetőleg kitart a játék annyira, hogy életben lesz, hogy fognak vele játszani a játékosok a fiatalabbak is megkedvelik ö, a kódmédnek ezt a stílusát, meg hogy nincs benne össze-vissza röpködés de egy sokkal jobb, taktikusabb, élvezetesebb, fair play játékot tudsz játszani vele. Köszönöm a figyelmet a következő Code 4 videókig, amiben amúgy is elég sok mindenről szeretnék beszélni, remélhetőleg kíváncsiak lesztek lesz szó itt fegyverekről, pályákról. Végig, szerintem végig fogok mutatni így mindent benne, hogy hogyan állj hozzá a pályákhoz, a térképekhez, mikre kell vigyázni, hol vannak jobb spotok, és a többi, és a többi. Addig is köszönöm a figyelmet, sziasztok!